Temes Bernit, hogy ő hogy élte meg ezt a mérkőzést. Köszönjük szépen, mellettem tehát Temes Bernadett, akinek a gólját, góljait nyugodtan nevezhetjük sorsdöntőnek az eredmény ismeretében. Milyen volt ez a mérkőzés? Hát én eleve nagyon izgultam a meccs előtt, hiszen már rég léptem válogatott címeres mezbe pályára, nagyon örültem, úgyhogy annak meg végképp, hogy így kijutottunk az EB-re. Gratulálunk mindenképpen, igen, Máté Fieszter szövetségi kapitány mondta is neked, hogy azért a válogatott egy picit más kávéház, ahogy ő fogalmazott. Miért érzed, miben érzed a különbséget? Picit tán kevésbé vagy felszabadult, vagy lassabban szabadulsz fel? Hát persze, itt azért még nem vagyok olyan felszabadult, mint otthon, a saját mezemben, mint ebben, hiszen azért ez azért kicsit más, de nagyon bízom benne, hogy továbbiakban is fogom ezt viselni. Mi is ebben bízunk, hogy a 86-os számot látjuk még eredményesen a pályán. Köszönjük szépen és gratulálunk, további kellemes húsvéti ünnepeket, Kokó, tiétek a szó.